Segítség a gazdáknak. Költségmentes hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett agrárvállalkozások a Széchenyi Kártya programban. Börtön járhat érte. Bárki hozzájuthat hamis diákigazolvány matricához, használata azonban bűncselekménynek számít. Januártól indul. A tervek szerint az alapellátásban a jelenleg is meglévő személyi kartonok újabb adatokkal, információkkal bővülnek. A házi orvosok még nem tudnak pontos részleteket. Költségmentes hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett agrárvállalkozások a Széchenyi Kártya programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Már több mint 900 településen igényelhető a hitel. Az állam 4%-os kamattámogatást nyújt a kölcsönhöz, emellett hiteldíjat sem kell fizetni a gazdáknak. Fagykár, jégeső, viharkár. 2016 nem volt a gazdák éve. Ezek a képek nyáron készültek, amikor a szatmári térségben lakóházakat és mezőgazdasági területeket sem kímélt a vihar. Az almás gazdák pedig már a nyár elején látták, hogy nem szüretelnek annyi étkezési almát, sőt, léalmát sem, mint amennyire számítottak. Azon kívül, hogy egyes területeken szinte teljesen tönkrementek a kertek, a szüretre, a megmaradt gyümölcs is a vártnál rosszabb minőségű lett. A jégkár esetében 170, majd később 400 településre terjedt ki a lista, amely alapján kedvezményes hitelt igényelhetnek a gazdák a Kavosztól, mondta el 35 perc című műsorunkban a ZRT vezérigazgatója Krisán László. Hozzátette, hogy a fagykárt szenvedett gazdálkodók is kérhetik majd a kedvezményes hitelt. Hogy a Földművelési Minisztériummal karöltve, az ő segítségükkel azokat a gazdákat, akiket valamilyen komoly természeti kárért, itt először a jégkárral kezdtük, aztán most a fagykára is kiterjesztettük ezt az egészet, ott egy teljesen 0%-os kamatú és 0%-os, 0 költségű hitelt csináltunk. Tehát gyakorlatilag az Agrár Széchenyi Kártyának a jégkár és a fagykár verziójában a gazda bemegy és teljesen, ha igazolás hoz magában, hogy valóban elverte neki a jég a termését, akkor egy 0%-os kamat, és nulla költség, tehát nincs se értékbeesés, se közjegyzői díj, az égvilágon minden egyes dolgot mi fizetünk. És én azt gondolom, hogy ez egy gazda számára, aki egy önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, egy viszmajor állapotban ez történt vele, annak ez egy hihetetlen nagy segítség, úgyhogy a jégkár az nagyon belobbant, hála Istennek, vagy nem hála Istennek pontosabban, de próbáltunk segíteni, ezért ez nagyon jól sült el ez a indulásunk, és a fagykára kiterjesztésünk is, ezt most emlékeztük el. A jégkárt szenvedett területek Bács-Kiskun, Szolnok, Csongrád, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Hajdú-Bihar megyékben találhatók. A Széchenyi Kártya programot működtető Kavosz hangsúlyozza, hogy az állam egy agrárvállalkozás ültetvénybesorolású földterületei után hektáronként legfeljebb 500 ezer forint hitelkeretig teljes költségtérítést biztosít, azaz 100%-os kamat, kezességi díj, illetve kezelési költségtámogatást nyújt. Így a fagykárt szenvedett vállalkozások szabad felhasználású finanszírozási forráshoz juthatnak az Agrár Széchenyi Kártyán keresztül. A hitelkonstrukcióval kapcsolatban a Kavosznál lehet bővebb tájékoztatást kérni. Börtön is járhat a hamis diákigazolvány matrica használatáért. Az ellenőrök figyelik az okmány és a matrica eredetiségét, a rendőrök pedig sokszor a netes apró hirdetéseket. Stábunk is talált matrica hirdetést a 2016-17-es tanév első fél évére. Akár 16.500 forintért is lehet ragasztani valót vásárolni a fekete piacon. Ezzel több 10.000 forintot is spórolhatnak a csalók. Október 31-ig kell érvényesíteni a diákigazolványokat, tájékoztatott a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának vezetője. Megyesi Zoltán kiemelte, érdemes a 2016-17-es tanév matricájával ellátni az okmányokat, hiszen az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákok 50 vagy akár 90%-os jegyeket, bérleteket is válthatnak a tömegközlekedési társaságoknál. A Nyíregyházi Egyetemen 2016-17-es tanév első fél évében várhatóan 2000-2500 hallgatónak kell érvényesíteni a diákigazolvány matricáját. A mai napig 600 hallgató tette már meg ezt az érvényesítést, de még nincs késő, mert október 31-ig megtetik ezt a hallgatók, addig jogosultak az utazási kedvezmények igénybevételére.
A vasúti közlekedésnél sem mindegy, hogy valakinek van-e érvényes matricával ellátott diákigazolványa, például Püspökladány Nyíregyháza között egy teljes áru havi bérlet másodosztályra több mint 71 ezer forint, tanulóbérlettel pedig alig több mint 7 ezer forint. 2016. január 1-e és szeptember 30-a között a jegyvizsgálóink mindössze 13 darab hamisított diákigazolványt szűrtek ki. Ez azt gondolom nem olyan nagy szám. Az aktuális érvényes diákigazolvány matricákról a jegyvizsgálóink megfelelő tájékoztatást kapnak, azaz látják, hogy milyen színű, illetve milyen kódszámmal ellátott érvényesítő matricák azok, amelyek most valódiak. József harmadéves hallgató a Nyíregyházi Egyetemen, ő időben és legálisan érvényesítette diákigazolványát. A matricákat azonban sokan hamisítják, a fekete piac ebben a szférában is dübörög. A neten mi is találtunk apró hirdetéseket, 25 vagy akár 16,500 forintért is lehet vásárolni ragasztanivalót, némelyik a hirdetési szöveg szerint eredeti. Aki a diákigazolványát hamis matricával érvényesíti, különböző kedvezmények igénybevétele céljából akár felhasználja, akár nem, akkor is közokirat hamisítás bűncselekményt követel, amit a hatályos jogszabályok 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendelnek büntetni. Az érvényes diákigazolványokkal nem csak utazási kedvezmény vehető igénybe, az okmánnyal olcsóban lehet többek között strandra, állatkertbe és múzeumba menni. Januártól indul a kartonozás a házi orvosoknál. A tervek szerint az alapellátásban a jelenleg is meglévő személyi kartonok újabb adatokkal, információkkal bővülnek. Az adatok segíthetik kiszűrni a népbetegségeket, illetve fontos szerepe lesz a megelőzésben. A házi orvosok viszont szeretnék időben tudni, hogy pontosan milyen kérdőívet kell kitölteniük, rendelési időben vagy azon kívül kell majd felvenniük az adatokat, mondta el szerkesztőségünknek a Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke. Néhány rutin vizsgálat a házi orvosnál. Vérnyomásmérés, vércukorvizsgálat, EKG. Köztudott, hogy a családorvos az első szűrő, ahol időben kiderülhetnek a betegségek és elkezdhető egy korszerű terápia. Nem csak a felnőtt praxisokban, hanem a gyerekorvosnál is elindul jövőre az új betegkartonozás. Az egészségügyi nyilvántartás segítheti a gyógyító munkát, ezzel egyetértenek az orvosok is, ám nem tudják pontosan, hogyan zajlik majd a kérdőívezés. Probléma viszont, hogy a kérdőívben szereplő konkrét kérdések, a törzskarton tartalma még mindig nem ismert, mondta el a MOK megyei elnöke szerkesztőségünknek. Az orvoskamara hivatalos álláspontja szerint is ezt a törzskarton rendszert akkor tudjuk támogatni, hogyha ezt és úgy javasoljuk és támogatjuk a bevezetését, hogyha ennek valóban értelme van és egy pozitív hozadéka. Az eddigi kérdés sorok alapján, amik megjelentek sajtóban itt-ott egyeztetéseken, nagyon sok olyan elemet tartalmaz ez a törzskarton, ami jobbára inkább a szociális szférához tartozó kérdéseket vet föl, illetve az a kérdés még, hogy ezt a törzskartont, hogy ezt megújítsuk, ezt rendelési időben, rendelési időn kívül orvos asszisztens végzi-e, illetve hogy ezek a házási szolgáltatók, ezek kapnak-e valamiféle plusz javadalmazást ennek a munkának az elvégzéséhez. Egyébként a tervezet szerint a kérdőívben lesznek vonatkozó kérdések betegségekre, családi állapotra, gazdasági aktivitásra. Megkérdezik, dohányzik-e a páciens, alkoholfogyasztási, táplálkozási szokásairól kérdezik, allergiás-e, és a családban fellelhető krónikus és daganatos betegségek előzményeiről is kérnek információt. A Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke azt is elmondta, az orvosok szerint fontos az új elektronikus nyilvántartás bevezetése, nem csak a törzskarton esetében, hanem az elektronikus receptek is olcsóbbá, hatékonyabbá tennék az egészségügyi ellátást. Lehetőséget kell biztosítani az időseket tömörítő szervezeteknek ahhoz, hogy elmondják, mik azok a problémák, amelyek a nyugdíjasokat leginkább érintik, jelentette ki sajtótájékoztatóján Kórózs Lajos. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője elmondta, a mai napon Nyíregyházán megalakítják a nyugdíjas parlamentet, ezt követően pedig a többi megyeszékhelyen is létrehozzák a szervezetet, hogy az idősek hangot adhassanak az őket leginkább érintő problémáknak.
Nagyon sok idős ember nagyon sok problémával küzdik. Ma már az alapellátás úgy látszik, hogy romokban hever. Kielégítetlenek azok az igények, amelyek az idős gondozást illetik, amely a családsegítést illetik, a szociális ellátórendszerben gyakorlatilag már nincs szakember, aki őket szakszerűen el tudná látni, és a másik nagyon nagy probléma a nyugdíjemelés technikája, hiszen a kormány áttért 2011 óta az infláció követő nyugdíjemelés technikájára, és nem veszik figyelembe azokat a termékcsoportokat, amelyeket ebből az idősek sokat fogyasztanak. A lakosság segítségét kéri a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság, tanúk jelentkezését várják. 2016. március 12-én hajnali 3 óra körül egy dombrádi csárdában bántalmaztak egy 28 éves férfit, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd a kórházban meghalt. A rendőrség azok segítségét kéri, akik tudnak valamit a márciusban történt eset körülményeiről. A dombrádi Tiszaparton lévő csárdában bántalmaztak egy 28 éves géginyi férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A sértett később a kórházban életét vesztette. A rendőrség továbbra is kéri, hogy aki a dombrádi szórakozó helyen történt bántalmazásról, a tettes vagy tettesek kilétéről bármilyen információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a megyei rendőr főkapitányságon, vagy hívja az ingyenesen tárcsázható 112-es segélyhívó számot. Többen adóztak, és többen ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1+1%-át Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2015-ben, mint a korábbi években, derül ki a NAV adataiból. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A nyári hónapokban szinte teljes kihasználtsággal működött a Nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szálláshelyek többsége. A látogatók egyre nagyobb számban érkeznek külföldről. Az egykori recski internáló táborban, a budapesti terrorházában és Nyíregyházán, a megyeházán is emlékeztek az 56-os hősökre a levéltárosok. Többen adóztak és többen ajánlották fel személyi jövedelem adójuk 1+1%-át Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2015-ben, mint a korábbi években, derül ki a NAV adataiból. Országos viszonylatban 4.625.000 magánszemély bevallása érkezett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és összesen mintegy 1.536 milliárd forint adót fizettek be. A beérkezett adatokból az is kiderül, hogy a havi átlagjövedelem tavaly Szabolcs-Szatmár Bereg megyében volt a legalacsonyabb. 4.625.000 magánszemély nyilatkozott 2015-ös személyi jövedelem adójáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé Magyarországon. Ez a szám évről évre növekszik, 2014-hez képest például 50.000-rel emelkedett. Ők összesen több mint 10.000 milliárd forint bevételükből 1.538 milliárd forint adót fizettek be. A bevallások száma Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is emelkedett, 240.000 adózó nyilatkozott. Itt összesen 600 millió forint adót fizettek be. A bevallásokat sok esetben a hatóság végezte el. A személyi jövedelemadó bevallást különböző formákban teljesítették az adózók, megkérhették az adóhatóságot, hogy részükre egy ajánlatot készítsünk el. Ezt 25.000 adózó választotta egyébként, vagy adóhatósági megalapítás, vagy egyszerűsített bevallás formájában. Ezeknek az adózóknak a bevallását természetesen mi készítettük el, ez a következő évben is jellemző lesz majd, hiszen ezek a bevallási formák ilyen formában megszűnnek, és egy bevallási nyilatkozatot fogunk készíteni azoknak az adózóknak, akik egyébként majd ügyfélkapuval is rendelkeznek, úgyhogy nagyon fontos, hogy az elektronikus bevallási forma felé tereljük az adózókat, hiszen közel 80.000 adózó választotta az idejében ezt az elektronikus bevallási formát. A NAV azért is népszerűsíti az online formát, mert sokkal könnyebben és gyorsabban fel tudja dolgozni az adóhatóság az így beérkezett adatokat. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az adózók összesen 2,8 milliárd forint visszafizetésre számítanak a különböző adókedvezmények miatt. Ezek jogosultságát jelenleg még vizsgálja a hatóság, majd visszautalja. A felajánlható 1+1%-ok aránya is emelkedett 2015-ben. Az idejében 1+1%-os felajánlás körülbelül 109.000 adózó tett meg. A személyjövedelemadó bevallást benyújtóknak ez közel a felét jelenti. 100.000 bevalló civil szervezetek részére tett felajánlást, illetve 80.000 egyházak részére tették meg az 1%-os felajánlásukat. Tavaly évhez képest az a szám jelentősen növekedett. Azok, akik nem tettek 1%-os felajánlást, azoknak ez az összege
az államkasszában marad. Szabolcs megyében 53 ezer bevallást javítottak a NAV munkatársai idén. Volt olyan, amelyet személyesen többször is módosítottak. A nyári hónapokban szinte teljes kihasználtsággal működött a nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyek többsége. A látogatók egyre nagyobb számban érkeznek külföldről, ma már minden második vendég valamelyik szomszédos országból jön ide pihenni. Emellett a látogatók összetétele is megváltozott, egyre több gyermekes család keresi fel a megyei turisztikai látnivalókat. Színes programfüzetek, rendezvény és szállás ajánlatok. A turistainformációs pontokban számos prospektusból válogathatnak azok, akik látnivalót vagy szálláshelyet keresnek Nyíregyházán vagy a megyében. A Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke szerint a programok és a hotelek mellett a magánszálláshelyek is egyre jobban vonzák a turistákat. Hosszú évek alatt nagyon erős tendenciában nőttek a vendégészakák Nyíregyházában és a Nyírségben is. Ez a tendencia eléri lassan a teljesítőképesség felső határát, legalábbis a nyári idényben. Tehát azt lehet mondani, hogy a vendégészakák száma számottevően nagy százalékokkal úgy nem tud emelkedni, mint hosszú éveken keresztül, tehát a kapacitása az húz egy vonalat. Ugyanakkor a vendégészakák szerkezetében történt egy jelentős változás, mégpedig eddig a vendégészakák 70%-a a belföldi vendégek közül került ki, és most egyre növekszik a külföldi vendégészakák száma is. Soston leginkább az állatpark és az élményfürdő vonzza a látogatókat. A vendégek közül ma már minden második az országhatáron túlról érkezik, akik gyakran több napot is eltöltenek nálunk, hogy meglátogassák a környék látványosságait. A vendégészakák száma az elmúlt két évhez képest körülbelül 20%-kal növekedett. Az összetétele a vendégeknek annyiban változott, hogy jóval több gyerek érkezett az elmúlt évhez képest. Az összetétel gyarapodott a külföldről érkező vendégeknek a száma arányaiban tekintve körülbelül olyan 60%. A távolabbról érkező vendégeket elsősorban az állatkert vonzotta, a környező országból érkezőket pedig az akváriusz élményfürdő. A svájci lak menedzsere elmondta, a kihasználtság a nyári hónapokban 100%-os, ezért gyakran már el kell utasítaniuk a vendégeket. Télen viszont az aktív pihenési lehetőségek csökkenésével a sóstoron látogató turisták száma is csökkenést mutat. Az egykori Recski internáló táborban, a budapesti terrorházában és Nyíregyházán a megyeházán is emlékeztek az 56-os hősökre a levéltárosok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézmény vezetője kiemelte, 23. nemzetközi rendezvényük a levéltári napok fő témája, a 60 évvel ezelőtti történések. Nyíregyházi konferenciájukon kutatók és túlélők is tartottak előadásokat. Az idei immár 23. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nemzetközi levéltári napok alkalmából gyűltek össze a térség levéltárosai a megyeházán. Többek között Beregszászi, Nagybányai és Gráci előadók érkeztek Nyíregyházára. A megyei intézmény vezetője a konferencián kiemelte, több 1956-os dokumentum is fellelhető levéltárukban. Sok érdekesség van, ha valakit érdekel 1956, hiszen peranyag, közigazgatási anyag, és dr. Lénárd Bélának, aki a Tiszavasvári Bizottságnak a tagja volt, köszönhetően már emlékirat is rendelkezésünkre áll 1956-ról. A levéltári rendezvényen az 56-os forradalmár Lénárd Béla is jelen volt, ő 60 évvel ezelőtt Tiszavasváriban harcolt, tettei után börtönbe került, Nyíregyházán raboskodott. Amikor 1956-ról beszélünk, akkor beszélünk a forradalomról, beszélünk a szabadságharcról, de nagyon-nagyon elfeledkezünk az utána történő megtorlásokról, amelyek azért rengeteg ember, mintegy 20-23 ezer ember életét és családtagjaikkal együtt körülbelül 100 ezer ember életét jelentette és érintette akkor. Na, ez volt az első etap, és amikor kijöttünk a börtönből, akkor mi azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezzel minden rendezve van, és akkor jött egy harmadik etap, az én életemben ez körülbelül 30-35 évet jelentett, amikor másodrendű állampolgárként kellett élni ebben az országban. A rendezvényen proarchívó emléklapokat is átadtak, idén 5 embert díjaztak azokat, akik iratokat, könyveket ajándékoztak a levéltárnak, vagy szakmai segítséget nyújtottak az intézménynek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Költségmentes hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett agrárvállalkozások a Széchenyi Kártya programban. Már több mint 900 településen igényelhető a hitel. Az állam 4%-os kamattámogatást nyújt a kölcsönhöz, emellett hiteldíjat sem kell fizetni a gazdáknak. Börtön is járhat a hamis diákigazolvány matrica használatáért. Az ellenőrök figyelik az okmány és a matrica eredetiségét, a rendőrök pedig sokszor a netes apró hirdetéseket. Stábunk is talált matrica hirdetést a 2016-17-es tanév első félévére. Akár 16.500 forintért is lehet ragasztani valót vásárolni a fekete piacon. Ezzel több 10.000 forintot is spórolhatnak a csalók. Januártól indul a kartonozás a házi orvosoknál. A tervek szerint az alapellátásban a jelenleg is meglévő személyi kartonok újabb adatokkal, információkkal bővülnek. A házi orvosok viszont szeretnék időben tudni, hogy pontosan milyen kérdőívet kell kitölteniük, rendelési időben vagy azon kívül kell majd felvenniük az adatokat. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 20-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A Kárpát-medencét egy ciklon hideg frontja érte el, amely hullámot vett le lassul, így térségünkben több felé jelentősebb mennyiségű csapadékra kell számítani. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható ismétlődő eső, zápor, a délkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé számítani kell ismétlődő esőre, záporra. A keleti szél időnként megélénkül, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Szombaton eleinte főleg keleten, észak-keleten még várható eső, zápor, délutánra ott is megszűnik a csapadék, nyugat felől egyre több felé, illetve egyre hosszabb időre kisüt a nap. A gomoly és fátyol felhők mellett vasárnap is több órás napsütésre van kilátás, legfeljebb elvétve alakulhat ki futó zápor. A következő napokban erősen és közepesen felhős periódusok váltakoznak, rövidebb napos időszakokra lehet számítani, de csak helyenként valószínű kisebb eső, zápor eső. A hétvégén erősödik az éjszakai lehűlés, néhol fagypont alá süllyed a hőmérséklet, majd a hét közepén átmenetileg enyhébbek lesznek a hajnalok.